2009-es hajós bajai, barikolt Cabernet Sauvignon. Ez a borotai pincészetem csúcs vörösbora. A bor úgy készül, hogy nagyon gondos terméskorlátozott termesztéssel, szilvoz művelésben, baja melletti területeinken egy ilyen nagyon löszös, barna, homokos, enyhén meszes talajon van az ültetvény. Kint hagyjuk a szőlőt október közepéig, végéig, amíg egész magas mustfokot ér el. Itt a természetes alkoholtartalom 13% fölött van a kis fordós érlelés után. Majd héjon erjesztjük zárt rendszerben, egy hosszas héjon áztatás után. Almasabb bontást, ha elvégeztük, nagy fahordóba kerül. Vannak 56 hektós ászok hordóim, ott eltölt a bor egy fél évet. És hogyha a bornak kezd kialakulni a megfelelő struktúrája, akkor áttesszük kisfahordóba, a további egy évet érleljük. A kisfahordók, a barikhordók kétharmad része első használatú volt, egyharmad része pedig már kétszer vagy háromszor használt volt, és egy éves kisfahordós érlelés után a tételt összefejtjük, leberítjük, lepalackozzuk, és a palackban pihent körülbelül egy évet. Kóstoljuk meg a bort. Nagyon finom Sauvignon, mesélj egy kicsit róla. Hát ez, mint mondtam, a borászatunk legszebb vörösbora. Számtalan címet nyertünk vele, ennek 2007-es változata került be a külügyminisztérium válogatása során a kiemelt államfi rendezvények borai közé, amikor Magyarország a soros elnöke volt az Uniónak. És ez a 2009-es pedig 12-ben Bácsiskó megye legjobb vörösbora címet elnyerte, és ami szintén büszke vagyok, hogy a Bájer országos borversenyen 3 vörösbor kapott nagy aranyat, és ez volt az egyik közülük. Úgyhogy ha megkóstoljuk, akkor szerintem megvan a kérdésedre a válasz, hogy szabad az Alföldön vörösbort készíteni. Egészségedre!